Megvizsgáltuk a hazai cégek túlélési arányait, és azt tapasztaltuk, hogy elég alacsony arányban érik meg a hazai cégek az 5 meg a 10 éves kort, éveken belül is elég érdekes tendencia rajzolódik ki. Ja, alapvetően azt lehet mondani, hogy havonta 2-3 ezer új cég alakul Magyarországon, tehát rendkívül nagy a vállalkozási kedv, mind a cégek összlétszámához viszonyítva, mind a lakossági számhoz viszonyítva, de az adatok azt mutatják, hogy viszonylag kevesen érik meg a felnőtt kort ezek közül a cégek közül. Hogy a ábránkon is látszik, azt lehet mondani, hogy már az 5 éves kort és körülbelül 75-80%-a éri meg az alapított cégeknek, és ez a túlélési arány még viszonylag csökkent is az elmúlt években. Gyakorlatilag itt az ábra végén azt látszik, hogy a 2012-ben alapított cégeknek durván a 75%-a élte meg az 5 éves kort. Ez a korábbi években ezek az arányok magasabbak voltak, így a 99 és 2000 környékén volt a legmagasabb a túlélési aránya a cégek körében. Hogyha ezt az 5 éves szintet egy magasabb vizsgálati szintre emeljük, tehát mondjuk megnézzük a cégek 10 éves túlélési arányát, akkor már elég drasztikus arányokkal találkozunk. Ahogy az ábrán is látszik, a 10 éves túlélési arány gyakorlatilag 1996-os alapítástól kezdve 2007-es alapításig ugye elérhető. Gyakorlatilag a ilyen 60% környékéről az arány lement 50%-ra, ami azt jelzi, hogy a 2007-ben alapított cégeknek durván csak a fele élte meg a 10 éves kort, és ugye a tendencia folytatódik, akkor ugye azt látni, hogy ez az arány még csökken is. A magas fluktuációnak és a nagy cégalapítási aránynak köszönhetően ugye várható, hogy viszonylag magas lesz a fiatal cégeknek az aránya, ahogy ezen a torta diagramban is látható. Gyakorlatilag az 5 évnél fiatalabb és a 10 évnél fiatalabb, 5 és 10 év közötti cégek összesen majdnem kiadják a teljes cégbázisnak a felét, tehát gyakorlatilag a hazai cégek 48%-a fiatalabb 10 évnél. Egyébként ez az arány valamelyest javulóban van, mert 2017 végén még 51% volt a 10 évnél fiatalabb cégeknek az aránya. És hogyha tovább megyünk a tortadiagramon, ugye egy nagyon érdekes adat rajzolódik ki, tehát a 25 évnél idősebb cégek, tehát a rendszerváltás környékén és azután alakított cégek mindössze a teljes cégbázis 6%-át teszik ki, ugyanakkor árbevételben, meg termelési volumenben ez egy jóval nagyobb szegmens, mint amit ez a torda diagram is mutat. A rendszerváltás és a rendszerváltás utáni években alapított cégek jelentős része már meghaladta a milliárdos árbevételi limitet, és gyakorlatilag ebben a 6%-os szegmensben van a milliárdos árbevételű cégeknek a jelentős része.